kicsit azt láttam, hogy el vagy szontyorodva itt, hogy nem a tiéd, nem lett tiéd a medál. Nem, és igazából az egyik szemem sír, másik nevet. Aha. Nagyon szerettem volna elhozni a medált, de igazából nincs okom szerintem szomorkodni. Három futamot nyertem, kettőt veszítettem. Azt jól látod. De most már így beletörődtem is, abszolút nem érzem magam rosszul emiatt. Ügyes voltál amúgy, nagyon király, tényleg. Jól dobtál a pályán, nagyon jól mentél, de nagyon kevesen múlott. Szép volt. Bogiba azt szeretem, hogy egy kedves, mosolygós és egy vidám lány. Nem akarok külsőségekre most kitérni. Mit mondjak még? Viszont azt észrevettem, hogy így kicsit, mintha a lelkesedésed, vagy ez a beszédességed kicsit megváltozott volna napokban. Ezt majd máskor elmondom. Van valami, de nem akarom most. Most csak azért jöttem be, hogy megvigasztaljak, majd dumáljunk erről is. Van valami esetleg? Vagy konfliktus valakivel? Nincsen amúgy, nem csak azt vettem észre, hogy én nagyon, hogy is mondjam, nagyon magas fordulatszámon pörgök idézőjelbe, és akkor itt próbálok inkább alkalmazkodni, nem akarok fárasztó se lenni, meg idegesítő se, és inkább próbálok egy kicsit nyugodtabban viselkedni, hogy ne legyek senkinek a terhére, és akkor így sokkal könnyebben be tudok illeszkedni. Igazából ennyi, de amúgy semmi probléma nincs. Dév megosztott velem egy kis titkot is. Ez nagyon jól esett, mert így kicsit a bizalmába tudtam férkőzni, és úgy gondolom, hogy ez neki is könnyebbség, hogy van valaki, akivel megosztatja a gondolatait, érzéseit. Az előbb dumáltam a Bogival. Hát mert kicsit úgy láttam, hogy el van kenődve, azt mindenkivel próbálok jó kapcsolatot ápolni. De velem, mint hogy egy kicsit jobban foglalkoznál, mint a többi. Micsoda, hagyd el! Honnan veszed észre, hogy mi? Hát most figyelj, most én is párkapcsolatban élek. Ő több figyelmet. Igen? Van benne valami? Micsoda, miben? Mindenkinek ugyanúgy szurkolok, srácok. Szeretem őt is, szeretem a többi lányt is. Aranyos, szimpatikus, kedves. Na jó, figyelj ide. Kéne választani a négyből, akkor kit mondaná? Kéne választani négyből? Tetszik mindegyik idézőjel, de most jó, a Bogi nagyon jól néz ki, tetszik, ennyi. Ez nincs, de ebben nincs semmi, de persze. Nagyon sok, van persze. Több száz lánya az utcán, aki ugyanúgy tetszik, persze, ebben de nincs hát semmi. De most figyelj. Én azért jöttem ide, de, sport. De most gondolj bele, most itt vagy egy izé közösségben vele, itt igazából az ember lakva ismeri meg egymást, és... Hát ez látszik kifele, nem tudsz átvenni semminket, se őket, ez látszik. Tehát vele más, hogy kommunikálsz. De srácok, még csak az első hétben vagyok, szinte alig tudtam kommunikálni mindenkivel. Hát igen, de... Na azért feszítettem bovajunk. Tudod, itt ez nem számít, mert tudod, így ülök, szedid ilyen ránézek Lacikának. Igen, a Lacikára azért én is szoktam kacsingatni. Tehát érted, több a szemkont. Zavarba megy, de hogyha már... Tehát ő már szerintem sejti azt, hogy valami más érzelmeid vannak, mint az, hogy jó voltál, Bogi. Na azért... Egy hete vagyok itt azért. De most nem azt mondom, hogy te szerelmes vagy, csak persze természetesen tetszik. Olyan félő srácról beszélünk Dév személyében, hogy ez elképesztő. Hát már mióta bejött, tapintható a glamour felhő a levegőbe, ahogy felhoztuk a VIP szobába a témát, egyből látszott rajta, hogy meghátrál, köknyíleni nem tudott. Azt neked fel kell fogni, hogyha szeretnél is valamit tőle, akkor egy fiúnak kell kezdeni. Nem kell egyből az, hogy oda mész és lesz. Hát, de figyelj, nem. De hosszú az exotlon. Csak most kezdődik. Vágom! Na, szögezzük le, hogy igen, azért. Tehát a Laci is elmondta. Sportreality, ez itt az exotlon. Bármi megtörténhet. A fiúk ezt a témát miért kapták ennyire fel? Ez még számomra is egy nagy kérdés, ezt nem tudom. Talán ez a jövő zenéje, hogy ezt megfejtem. Ennyi szólva, nagyon lesok voltak. Na, szomjas vagyok, megyek ki vízé, csak annyi a lényeg, hogy akkor ez a dumálgatás, meg ez a beszélgetés, ez maradjon majd itt a VIP szobában. Ja, ne vigyük tovább. Ja, természetes, hát most ezt nem. Ez azért ha megértitek, akkor ezt megköszönöm. Itt most, itt vagyunk ebbe a játékba, tehát itt úgymond egy ilyen kis család fog kialakulni egy idő után. Tehát mi már elkezdtünk úgy egymásra megbízni, elmondunk olyan dolgokat, amit igazából másnak nem. Szóval kapcsolt fel a villanyt és téri észhez, hogy megbízhatsz bennünk. Hogy ez a mai sztori, a VIP szoba titka marad-e vagy sem, részemről lakat a számom, én nem fogok róla beszélni,
Szerintem amúgy, hogyha D-ben múl, nem fog itt változni semmi. Be van a gyerek.